Univerzális kreativitás és agyműködés a Matyó kultúrában címmel tartott előadást Sebestény Tamás június 19-én. Az első Matyó világtalálkozó keretében megtartott előadáson a témáról tettház előtt beszélt a szakember a Városi Galéria házasságkötő termében. A Matyó származású Sebestény Tamás előadása elején gyökereiről, emlékeiről mesélt, hiszen szülei Szent Istvánon éltek. A saját Matyó származása mellett beszélt azon elképzeléseiről, honnan eredeztethető a Matyó nép, a matyóság kreativitása. Kifejtette, hogy a Matyó hímzéseken keresztül a Matyó asszonyok továbbadták az utókornak életüket, hagyományaikat, az akkori érzéseiket és hangulatukat. A hímzés nem más, mint a természet, a körülöttük lévő világ leképezése. A Matyó nép őrzi eredetiségét. A hímzések a színvilág üzen számunkra, azonban ennek megértése gondolkodásmódunk miatt nehéz, hiszen az európai beállítottság a bal agyféltekét, az objektivitást táplálja az emberekben. Ezen üzenetek a kreativitás és a hímzésekben rejlő ősi történelem megértéséhez viszont a jobb agyféltekének használatára van szükség. Ezért van az, hogy ezt a gondolkodásmódot gyakorló japánok ennyire érdeklődnek a kultúránk iránt. Sebestény Tamás előadásában azt is felvázolta, hogy a Matyó kultúra mélysége és tartalma abból ered, hogy egy jól elhatárolt területen maradt fent, nem terjedt szét teljesen. A három település által közrefogott népcsoportra jellemző az egyedi nyelvi azonosság. A szakember azt is elmondta, hogy 13 generációt vagyunk képesek egyszerre átlátni. A saját generációnkon túl a múltban élő 6, illetve az előttünk álló 6 generációt tudjuk átfogni. Erre azt a példát hozta fel, hogy az ő dédnagymamája még megélte az ő, azaz a dédunoka esküvőjét. A vele való beszélgetések során Sebestény Tamás is átvette, átérezte a dédszülő élményeit, tapasztalatait, melyet lehetőség szerint majd az ő dédunokája is átemelt tőle. Így öröklődik a Matyó kultúra, gondolkodásmód generációról generációra. Egyebek mellett ezért maradhatott fent mind a mai napig a Matyó kultúra.